Rendhagyó módon a Flash központban köszöntötte a vendégeket Keresztény Gyula, a Fehérló Közösségi Ház igazgatója február 11-én szombaton. Ezúttal ugyanis a Flash központ Galéria 94 kiállító terme biztosít helyszínt Molnár Lajos fotókiállításának, aminek főszerepébe ezúttal az ablakok kerültek. A kiállítás megnyitója az Anler táncosainak produkciójával vette kezdetét. A kiállítást hivatalosan Vecsey László Ezékiel nyitotta meg, aki elmondta, Molnár Lajos valamennyi képe személyes üzenetet tartalmaz, azok változatosak, és bár egyszerűnek tűnik a téma, mégis érzelmeket váltanak ki a nézőből. Mint a festőművész fogalmazott, a képek célja, hogy kielégítse a nézők igényeit. Molnár Lajos érdeklődő természetének adott teret, amikor erre a tematikus kiállítására készült. Elmondása szerint már jó ideje gyűjti az ezzel kapcsolatos emlékeit, élményeit. Ebből a gyűjteményből válogatta ki az itt látható Ablakok című kiállításához a képanyagot. Vecsey László megnyitó beszédében hozzátette, alkotás közben a legőszintébbek a művészek, így viszont kiszolgáltatottá válnak a nézőnek. Az Ablakok című kiállítás is az érzelmek és gondolatok sokszínűségét hivatott bemutatni. Molnár Lajos komolyabban, mint egy 8 éve foglalkozik fotózással, egyéni és csoportkiállításokon, digitális fotómagazinokban ismerkedhet meg közelebbről a közönség a képeivel. Jártam, keltem, tulajdonképpen egy-egy téma, egy-egy helyzet, egy-egy szituáció nagyon megragadott, és próbáltam mindig különböző helyzetekben fotózni, különböző témákat fotózni, és a fotóknak a gyűjtése folyt már régóta, és most ez egy ilyen válogatás azokból a fotókból, amiket összegyűjtöttem. Molnár Lajos Ablakok című fotókiállítása egészen március 5-ig tekinthető meg a Flash központban, az intézmény nyitvatartási ideje alatt.